Szokása vált most már a Művészeti Akadémiának, minden tagozatának, hogy lehetőség szerint ne csak ott a székházban, vagy Budapesten, hanem valahol, leginkább határon kívül is legyenek kihelyezett tagozati ülései. És mivel én a Népművészeti Tagozatnak vagyok tagja, ugye hát fölmerült ott a tagozati üléseken, hogy nem lehetne-e, hogy akkor jöjjünk Erdélybe, dehogy nem, mert a képzőművészeti tagozat is volt valahol, azt hiszem Székelyudvarhelyett, vagy nem tudom hol, és ugye mivel nekem a szívem egyik csücske Jobbágytelke, hát mondom, akkor menjünk Jobbágytelke, hol van az? Hát mondom, 600 km itt van a szomszéd, hát nem olyan nagy ügy. De hát mindenki, mivel népművészeti tagozatosok, ugye járják a világot, a falvakat, ha szabad így mondani, szinte mindegyik járt rengeteget, Erdélybe, Gyimestől kezdve Moldváig, nem beszélve arról, akik oda valók, ugye például Petrás Mária, ugye moldvai művésznő. Jön, Uram, jön Istenem, mikor ingem teremtél, szent lelkedvel szenteltél, szent véredvel megváltottál. Tudom, hogy a két jelentős esemény, a kisbúcsú augusztusban, ugye Lőrinc napján, meg a nagybúcsú a kisasszony napján szeptemberben. Én nagyon jónak tartottam, hogy akkor ide tudunk jönni, és akkor ezt itt ünnepeljük a búcsút. De a tagozati ülés után, mivel nem véletlenül most van ez a kihelyezett tagozati ülés, hiszen ebben az évben 100 éve, igaz, hogy áprilisban járt itt Bartók, de mi most a búcsúhoz kötöttük inkább a centenáriumi megemlékezést, arra, hogy Bartók itt járt. 70-es, de inkább a 80-as években kötöttem, mint Vasas Együttes vezetője Jobbágytelkéhez, részben gyűjtésekkel, részben azzal, hogy megbarátkoztam, jó barátok lettünk Balla Antallal, az itteni együttes vezetővel, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 6-8 éven keresztül jöttünk, mentünk. Ez alatt azt értem, hogy jött ide a Vasas Együttes, meg a környékre, a Jobbágytelki Együttes jött Budapestre, vagy vittük el a Budapest környékére. Ez a ház Balla Antalé volt, a Balla Antal az együttes vezetője volt, ugye 1945-től csinált ő itt együttest, és irányította egy picit, úgy mondjam, hogy a falu szellemi életét is, hiszen ő volt a tanácstitkár. Ez tulajdonképpen a Balla Antal családi háza. Tehát a Balla Antal, ők heten voltak testvérek, és ez a szülők háza volt. Én azt mondom, hogy ez a 800-as évek végén épületett az alapja, és a 900-as évek elején ott még változtattak valamit, és amikor Anti bácsi élet, hát azon már 50-es évek, sőt később, akkor változtatott rajta. A csűr az még a régi, az istálóval, meg mindennel. Van egy első szoba, és van egy ilyen középső szoba, és van a konyha. Itt a Anti bácsi sok arca látható, Virág György fotóművész barátunk, aki rengeteget járt itt, Anti bácsi mindig náluk az aludt Budapesten, az ő fotóiból. Ezek Anti bácsinak a gúnyái, meg a kedves feleségé. Ezeket megőriztük. Itt igazán minden úgy van, ahogy szegény Anti bácsi meghalt, és akkor itt hagyta. Nem csak az Anti bácsi tárgyai vannak itt, hanem az együttes tárgyai, hiszen ő volt az együttes vezető, és amit valahol kaptak, akkor az ide lett elhelyezve. Nem csak együttes vezető volt, hanem ugye, olvasó, tanult ember, és tudta, hogy meg kell örökíteni azt, amit csinálunk. Na, jellegzetesen ő meg tanácstitkár volt, szépen írt, sőt, az elmondása szerint rengeteget olvasott. Ennek köszönhetően viszont az Anti bácsi megírta az együttes történetét 1945-től egészen 2002-ig, ugye ez már a második füzet. Nem csak azt örökítette meg, hogy mit csinált az együttes, milyen fényképek vannak, hanem milyen sajtó. És ha megnézzük, drága Anti bácsi, még összegyűjtött, amit kaptak ilyen jelvényeket is, és az első,
az azt mondja, hogy 1884. október 13-án, amikor itt volt a trónörökös Görgényben, és helyi viseletbe öltözött emberek több faluból köszöntötték, és ott voltak a jobbágytelkiek is. Ezért az Antibácsi úgy tekintette, hogy a jobbágytelki együttes 1884-ben alakult. Fontosnak tartottam, hogy Balla Antal szellemiségével a Balla Antal háza is maradjon meg ebbe a faluba. 71-ben még mindenki viseletbe táncolta a maloszékit és egyebeket. Na most én visszajöttem aztán gyűjteni, és még volt szerencsém, hogy a legendás Simon Antalt lefilmezhettem, ott táncolt, nagyon szépen és jól. És mondtam, igen, mondom, és ez a jobbágytelki verbunk, az ilyen volt. Na ugye itt még Molnár István tanítvány is voltam, és azt mondja, hát a Molnár István a háború alatt tanította meg neki. Balla Antal még a hagyományos táncokat, de ahogy a Tata elmesélte, hogy a Simo Anti bácsi megmutatta a verbunkot, az a verbunk már tanult verbunk volt. A verbunk az Anti bácsi szerint olyan volt, mint Sárpatokon, ilyen csavaros, nem ez a betanult, ami tulajdonképpen Székelyföldről valaki a Magfalvihoz hasonlóan betanította nekik, és az Anti bácsi ezt terjesztette már, mint együttessel, hogy ez az itteni székely verbunk. De sok kutakodásomra bevallotta, hogy az apjáik nem ilyen székely verbunkot táncoltak, hanem olyat, mint Sárpatokon meg Vajdaszent Iványban. Tehát ahhoz, ez Felső Nyárád mente, az meg Maros mente, de hát itt van a határ körülbelül. Tehát innen is, onnan is egy kicsit tanultak és tették magukévá. A jobbágytelki kulturális egyesületet Huban, Stoller Antal nyomására, vagy hogy mondjam, unszolására, közbenjárására és ötletére hozták létre jobbágytelkén itteni lakosok, és jobbágytelkét tenni akarók. A legtöbb környékbeli településsel ellentétben nem csak, hogy falumúzeum van, hanem még egy tájházzal is büszkélkedhetünk. Ezen kívül próbáljuk a magunk szerény módján a helyi kulturális életet életben tartani. Itt elsősorban eddig a helyi hagyományok életben tartására fókuszáltunk. És a Jobbágytelki Kulturális Egyesület a másik oldalról próbálta helyi programokkal is kicsit gazdagabbá tenni ezt a megemlékezést, ezt a centenáriumot, és ennek a kellős közepébe ülünk most itt veletek együtt. Folynak az ülések, délután Bartók centenáriumot megemlékezést tartunk a Falumúzeumban, ami szerintem gyönyörű lett. Nagyon szépen köszönjük Novák Ferenc Tatának és Vavrinyac Andrásnak a közreműködést. Utána 5 órától jövünk vissza a Toskercsűrbe, ahol kerekasztal beszélgetés lesz a Bartók Béla centenárium kapcsán. Itt olyan világhírű kortárs zeneszerzők, mint Csiki Boldizsár mellett Almási tanár úr és Novák Ferenc Tata is, Kalos bácsi is részt vesz ebbe a beszélgetésbe, bizonyára sokunk számára érdekes lesz. Bartók a legnagyobb szavású népdalgyűjtést 1907 nyarán felcsiki és gyergyói falvakban végezte. Ennek a gyűjtőútnak az élménye nyomot hagyott zeneműveiben is, a még egészen friss benyomások hatására került 5 fokú dallamba a második szvit utolsó tételébe, és keletkeztek az olyan közismerté vált szerzeményei, mint a 3 csíkmegyei népdal, az Este a székelyeknél, valamint a gyermekeknek és a 8 magyar népdal több darabja. Erdély népzenegyűjtése 1914 tavaszán nyárádmenti terepmunkával zárult. Ezen a vidéken Ákosfalvát, Ehedet, Jobbágytelkét, Kisgörgényt, Nyáradköztvényest, Nyáradremetét, Székelyhodost és Székelyvaját kereste föl. A legtöbb dallamot, 40-et éppen Jobbágytelkén jegyezte le. Holnap, amikor igazán a búcsúnapja van, hétköznap, de ugye itt jobbágytelkén nem számít, hogy hétköznap van a búcsú, szentünnep, nyilván szentmise a kisboldogasszony ünnepén,
ahogy szokott lenni, és utána csőszök elindulnak a faluba, és hívogatják az embereket majd az esti bálba, ahol lehet szőlőt lopni, és ezzel lehetett kis pénzt összeszedni a fiataloknak, akik ezt rendezik. Tehát a csőszök elindulnak hívogatni, de nem csak Jobbágytelkén, hanem Hódoson is. Tehát a szomszéd faluban, ami 3-4 kilométer, ugye, oda is elmennek. Tulajdonképpen nekünk ez azért jó, mert nem csak az, hogy itt tartunk egy kihelyezett tagozati ülést, hanem egy falu közösségnek az életébe még funkcionáló ünnepi életébe is bele tudunk lesni, ami ugye gyűjtő embereknek, népvészet gyűjtő embereknek nagyon fontos.